A műsorszám támogatója az Eres Bútor. Ha bútort keres, Eres. Például ez az étkező és konyhabútor hogy tetszik neked? Határozottan megfelelne a lakásomba, pont konyhavásárlás előtt állok, sötét hajópadló, hófehér falakkal, úgyhogy ez nagyon oda passzolna, tökéletes lenne. És milyen lesz az idei karácsonyod, hogyha nincs konyhabútorod? Ha lesz konyhabútorom, sem fogom ott tölteni, mert mindig a családnál töltjük a szentestét. További támogatói. Eres bútoráruháza. Ha bútort keres, Eres. Már Nórával megnéztünk jó pár asztalt és széket, de mégis milyen az ideális étkező szett? Nagyon-nagyon széles a szortiment, amiből választhatunk, de én mindenféleképpen azt mondom, hogy most már a dizájnnal, az újfajta megoldásokkal nyugodtan egy kicsit szabadjára engedhetjük a fantáziánkat. Mint itt is látszik, ugye egy üvegfelület, egy struktúrát bevonattal egy egészen különleges felületet tud hozni, így van ez üveg. Nem is gondoltam volna. És ugye a homokszort fémmel kombinálva ez egy olyan fajta különlegességet tudunk kihozni, ami által tényleg teljesen új élményt kapunk. És itt az étkezőnek a pozícionálásánál is láthatjuk, hogy egy abszolút jól tud illeszkedni a konyhához, a konyhapulthoz, a befejező műveleteket ugye le tudnak zajlani, közben mondjuk kényelmesen a család a nappaliban tud önfeledten beszélgetni. Nagyon sok jó felület van az interneten, szakfórumok, egyéb felken, úgyhogy bátran nézzünk ezeknek utána, nagyon jó ötleteket fogunk kapni, és szakember is tud ebben segíteni nekünk. Nóra, te miért álmodtál meg? Hát az étkezőszett az mindenképpen jó nagy kell, hogy legyen. Tehát jó nagy asztallal, sok székkel, egy ilyen jó kis háttámlás egybe, mert ugye nekünk is jó nagy a család, aztán hogyha meghívom őket mondjuk vacsorára, akkor el kell, hogy férjünk. Milyen legyen a szék? Én például ki nem állhatom, amikor nem tudom megemelni a széket, mert ez egy ilyen zömök bútor darab. Vannak olyan szempontok, hogy például, hogyha a gyerek esetleg feláll rá, ne tudjon vele fölborulni, nyilván itt számít a súly. Beszéljünk egy kicsit a konyháról, és ez például tetszik neked? Csodaszép ez a konyha, de nekem sokkal másabb elképzelésem lenne. Igen, itt ez egy kicsit klasszikusabb megoldás, de mutatok nektek egy modern konyhát, úgyhogy gyertek, menjünk. Na, ez határozottan az én stílusom. Megérkeztünk akkor? Igen, igen. Igen, ezek a letisztult, modern megoldások, itt a fogó nélküli pusópenes technikák, itt pedig ugye hasonlóan a felületeknek a fa, a szürkének a kombinációjával egy kifejezetten modern megoldás. Ezt bátran ajánlom azoknak, akik tényleg a modernben gondolkoznak, mert ez egyik oldalon időtálló, másik oldalon pedig most kifejezetten egy közkedvelt és stílusos megoldás. Beszéltünk ugye a nehéz, nem nehéz szék kérdéséről, itt egy remek technika, amikor forgathatóvá válik, ezáltal könnyen kibe tudunk szállni egy relatíve nehéz székkel is, úgyhogy ez is egy nagyon praktikus megoldás. Nóra, te már nagyon sokat költöztél, tehát sok konyhát kipróbálhattál. Van valami bevált praktika, trükk, amit mindenféleképpen szeretnél alkalmazni a következő konyhádban is? Igen, mivel nagyon sok üvegem van, meg szép poharaim, tehát ezeket nagyon szeretem. Nálam ez jött be, amikor el lehet tenni, és nincs kint, és nem is látszik. És amikor alkalom van, akkor teszem ki az asztalra. És az, hogy mi hol helyezkedik el, hogy minden kézre álljon? Az számomra nem fontos. Én azért úgy tudom, hogy most konyha tervezés előtt állsz, úgyhogy ott mindenféleképpen érdemes olyan szakemberrel konzultálni, aki ebbe azért segít, hiszen most hozott egy olyan döntést, ami hosszú távon meghatározza azt, hogy fogsz tudni abban a konyhában mozogni, és itt azért az ilyen munkaháromszögeknek a kialakítása, a hűtő, a munkapult, a vizes blokk, és ezeknek a kombinációja, a sütő, ez nagyon fontos, hogy minél kevesebbet mozogjunk, hiszen minél egyszerűbben érjük el ezeket a területeket, annál
szívesebben megyünk a konyhába, és annál könnyebben tudjuk elkészíteni azt a karácsonyi vacsorát. Ádám, nagyon szépen köszönjük, boldog karácsony! Köszönöm. Nóra, veled még megyünk körmözni, és most, hogy már tudjuk, hogy milyen egy jó étkezőasztal, kiderítem, hogy milyen egy trendi teríték. Felvétel! És most megpróbáljuk elmondani úgy, hogy minden szó egyezzen azzal, amit a Sanyi elképzelt otthon. További támogatóink. Eres bútoráruházak. Ha bútort keres, Eres.